Williams Televízió. Plusz 29 magazin. A 29-es telefonkörzet magazin műsora. Beszámolók a körzetben történt eseményekről, sport, kultúra, szabadidő. Minden nap 1 órakor, 12 órakor és 20 órakor a Williams Televízióban. A közösség, mint az emberi társadalom alapvető, szükségszerű egysége ősidők óta létezik, léteznie kell. Erre nagyon jó példa a vasadi hagyományőrző Citera zenekar, hiszen fiatalos lendületük mindig mosolyt és jókedvet csal az emberek arcára. Amatőrként kezdték a Citera muzsikát tanulni, és ma már a munka mellett átlagosan havi 2 fellépésük is van. A citeraférék családjába tartozó hangszerek a világ szinte minden táján megtalálható, gyakran egymástól nagy mértékben eltérő méretű és formájú hangszerek tartoznak ide. A citerák fontos, közös jellemzője, hogy a húrok a hangszertest felett húzódnak végig, nyakuk nincsen. Régebben a húrokat luptollal pengették, ma már műanyagból készített pengetőket használnak. A tamburához hasonlóan a 20. század 60-as éveitől a pávaköri mozgalom erősödésének idején sorra alakultak a citera zenekarok is. A nagyobb hangterjedelem érdekében ma 3 citerát használnak, prim, tenor és basszus. Sőt, néhány csoport bőgő citerával is kiegészíti zenekarát. A vasadi hagyományőrző citera zenekar 2012. szeptemberében alakult meg. Monori Sándor megkereste a településen régen működött zenekar oszlopos tagját, Vince Andrást, tervével, aki nemes egyszerűséggel csak annyit mondott, természetesen segítek. Mikor alakult az első citera zenekar Vasadon? Hát az körülbelül 1984-ben, és 4-5 fővel, hát végül kibővült 6 főre, abban volt 4 citerás, volt levélsípos, köcsögdobás. A régi népdalokból állítottunk össze műsort. Ezzel a műsorral hát elég sok helyen is voltunk. Végül is a szentendrei minősítő versenyre eljutottunk, és hát ott jó minősítést nyert a csapat. Meddig működött ez a zenekar? A zenekar körülbelül hát olyan 8 év, 10 év. Miért szűnt meg? Valahogy annyi föllépése volt már, vagy nem tudom. Annak idején azt meg kell jegyeznem, hogy sok citere zenekar volt, nem úgy, mint most azért. Most jóval kevesebb van. Akkor sok volt, és jobbnál jobbak. Tehát, és általában ugye a legjobbakat hívták, na, minket is hívtak, tehát nem volt panasz, mert voltunk sok helyen. Csak valahogy, ugye, így van ez más zenekaroknál is mindenhogyan, hogy egy 10 év az egy választó víz. Ha 10 évig együtt van egy csapat, utána már valahogy vagy hanyagolják a gyakorlásokat, a föllépést, tehát ez eleve adja magát, hogy valahogy. Merre léptek fel? Hát a környéken jobban, ugye itt a Pest megye környékén. Hát, ők tanult zenészek voltak? Nem tanult, ez mind csak olyan egyszerű, mindegyéni szakmunkás, esztergályi szakmunkás vagyok. És akkor összejöttünk, mert mind szerette a népdalt, a zenét, hát próbáljuk meg. A Lukásné Malika volt a műfázigazgató annak az unszolására, mert azzal beszélgettünk, és azt mondta, hogy hát nem lehetne egy ilyet. Mondom, miért nem Marika, és akkor szóltam ezeknek az embereknek, összejöttünk, próbálgattunk, jó lesz ez, és akkor ki is alakult. Honnan jött a késztetés, hogy most újból induljon egy ilyen zenekar? Ez a késztetés, ez a Monori Sándortól jött, ő keresett meg, hogy jó lenne egy ilyet újra elemeníti a régi szokásokat, a régi citera újra életre jöjjön. Hát én egyből azt mondtam, semmi gond, hogy segítsek én ebben, és egyből elvállaltam, ugye összejöttünk 13 októberébe, novemberben voltak citerák, mert addig nem is voltak, akkor összejöttünk próbákra, 4-5 személy, utána 6 személy, stb. Úgyhogy most már úgy kialakult ez a kis társulat, hogy már 11-en vagyunk, ebben a hagyományozott citera zenekarban, és nagyon jó a társulat, jó a csapat, jó a
közösségi szellem. Hála Istennek, azért vagyunk állandóan így együtt. Ilyenkor is ugye megértsük egymást, szót értünk, tehát problémamentesen. És hát én örülök ennek, úgyhogy 2 év alatt elég sok helyen voltunk. Tehát csak az ideit említem, 21 vagy 23 föllépésünk. Mi a különbség a régi és az új zenekar között? Hát különbség, nehéz ezt mondani, mert ők is szívüket, lelküket beleadták, és szerették ezt a népzenei ágat csinálni. Talán kis idősebbek voltak, úgy, mint ugye én sem vagyok már fiatal, és most ők fiatalok, temperamentumosabbak, és újabbakra ösztökének engem is, hogy újabb csokrok, újabb. Ugye hát nem kell mondanom, 2 év alatt ez már a 4. csokrunk, ha jól számolom. Az elég szép, hogy összehoztuk ezt a 4 csokrot, és aránylag jó szó. Szóval különbség az, hogy fiatalabb a csapat. Meg többen vagyunk most. Akkor voltunk 5-6, most vagyunk 11-en. Hol érezte jobban magát? Hát ez megint olyan kérdés, hogy nehéz, mert Szívem csücske az a régi, mert az volt az első. Ott is jól éreztem, de itt is nagyon érzem magam. Csak így legyen sokáig, ez a társulat így megőrizze azt, amit eddig úgy csinált, akkor probléma nem lehet, megyünk előre. Még tudok. Képviselőtestület is pozitívan állt a dologhoz, hiszen rögtön megszavazták azt a kezdő összeget, amiből a citerákat megvették. Így mindenki hangszerhez jutott, és a csapat próbatermet is kapott, ahol megkezdhették a gyakorlást. Én azt gondolom, hogy nem mi választottunk citerát, a citera választott minket. Hát akkor megkaptuk a citerákat, elkezdtünk rajtuk gyakorolni, és vonzott minket. Így alakult ki. Nagyon sok fellépésük volt, ez mennyi próbával jár? Hetente egyszer próbálunk, minden héten szerdán este 7 és 9 óra között. A fellépéseink száma pedig az elmúlt évben azt gondolom, hogy rengeteg volt. Múlt héten tartottuk a 2 éves születésnapunkat, ekkor sikerült összeírnom, hogy hány fellépésünk volt az elmúlt évben, és meglepő módon 25 fellépése volt a fiú csapatnak, a lány csapatnak szintén 24-25 fellépése volt. Én azt gondolom, hogy ez nagyon sok, ez rengeteg. A legmesszebbi fellépésünk Erdélyben volt, Sepsibükszádon. Sepsibükszád az a településünknek, Vasadnak a testvér települése, és az ottani polgármester hívott meg minket a falnapra, és ott is fel tudtunk lépni. Ezen kívül felléptünk még Marcellházán. Marcellházán szintén testvér település. Oda is el tudott jutni a csapatunk, szintén tudtunk fellépni. Hány tagú az állandó zenekar, akivel fel tudnak lépni? 11 tagú, és el tudom mondani azt, hogy fellépésenként szinte minden alkalommal mindenki itt van. Ez a nagy erőssége szerintem a csapatnak, hogy tudunk időt szakítani fellépéseinkre. Az élet hozhat meglepetéseket, mert bárkivel bármi történhet, de azért majdnem mindig maximális létszámmal ott vagyunk. Rendben. Ki a legfiatalabb tagja a zenekarnak? Legfiatalabb tagja? Talán a Matyó Csabja a legfiatalabb tagja, pontosan nem tudom. A legidősebbet tudom, Béla bácsi. Ő volt, aki olyan sokáig kitartotta a hangját. Ő 77 éves. A citeren kívül más hangszereket is látunk, mik ezek? Van furójánk, ezen kívül van még tekerőlantunk, ezt most nem tudtuk bemutatni, de az egyik társunk az tekerőlanton most gyakorol, most próbálja megismerni a hangszert. A hangszerekről még szeretném megemlíteni azt, hogy használunk tehát kanalat, illetve használunk dobot is, amit itt látható. És van még köcsögdudánk, amit a Béla bácsi kezel és használ. Van 2 nyugdíjasunk, aki rendszeresen énekel, ők kísérik tehát a zenekarunkat énekszóval. Vannak olyanok közöttünk, akik járnak néptáncra is, településünkön van néptánccsoport is, ilyen például a Matyó Csabi, a Dézsi Zsolti, Jávorszki István, tehát a Pisti, szintén ő is táncol. Például Dézsi Zsolt, ő felvállalta a lányoknak a tanítását. Így a csapat tényleg eléggé sokrétű. A hangszeres tudásunkat elsőlegesen, tehát Vince András Bandi bácsi, illetve Dézsi Zsolt, aki segíti azt, hogy minél jobban megtanuljuk a citerának a használatát. Hol találkozhatunk legközelebb az zenekarral? A legközelebbi fellépésünk november 28-án Üllőn lesz, ahol egy kiállítás megnyitóján fogunk részt venni. A kiállításnak a résztvevők között van
egy olyan személy, aki Vasad szülöttje, és úgy gondoljuk, hogy nekünk is ott a helyünk. Lesz-e utánpótlása a csapatnak? A csapatnak már most is van, mert itt van a lánycsapat, tehát ők jóval fiatalabbak, szépek, ügyesek, nagyon-nagyon tehetségesek, és a másik utánpótlási réteg az nem más, mint hogy három újszülöttünk van, akik a Citara csoportnak, bízom benne, tagjai lesznek hamarosan. Lukács Reli vagyok, dobban szoktam, illetve ezzel a kanállal szoktam, illetve plusz az ének, ami... És hát a tekerőlant az most egy új hangszer, azt még próbálgatjuk, és hát az még a jövő múlik, hogy fog sikerülni. Lukács Béla vagyok, és én Köcsög Dudán kísérem a csapatot. Én Vincelér György vagyok, és énekes. Hajdú Károly vagyok. Furujázok, énekelek. Jávorszki István vagyok, és tenor citerán játszom. Én dr. Honti János vagyok, Vasad Cséphalász község háziorvosa. Én kísérő citerán játszom, és nagyon érzem ebben a csapatban magam. Kis Ferenc vagyok, és prim citerán játszom. Imádom ezt a hangszert, nagyon szép, magas hangjai vannak, és gyönyörű hangokat lehet vele kijátszani, imádom. Magyó Csaba vagyok, a barátommal ellentétben én a legmélyebb hangszerrel játszom, kiválasztott engem, mint ahogy a Sanyi mondta, és basszus citera az én hangszerem. Dízsi Zsolt vagyok, és én prim citerán játszok. Vince András vagyok, prim citerán játszok, és hát imádom a hangszerem, meg a népdalokat. A vasadiak ragaszkodnak a hagyományaikhoz. A citera zene szeretete is összeköti őket. A próbaterem mellett lévő mosolyszoba falán különböző oklevelek, serlegek sorakoznak. Ez a látvány minden látogatót örömmel tölt el és mosolyra fakaszt, ha mégsem, akkor is van egy kiváló módszerük erre, de ez legyen az ő titkuk. Aki nem hiszi, járjon utána Vasadon. Yeah.